Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt a 86-os és 87-es főutak közös szakaszán, Szombathely határában 2023. december 12-én. A belső sávban haladt a Bépi úti körforgalom felől az Anati úti körforgalom irányába egy Volkswagen személyautó, amikor a menetirány szerinti jobb oldalról, az út széléről egy kerékpáros váratlanul áttért a belső sávba. A személyautót vezető nő azonnal a fékbe taposott és balra húzta a kormányt, de elütötte az elé tekerő kerékpárost, aki a szélvédőnek és az autó tetejének csapódott, mielőtt az aszfaltra zuhant. A Galaxy márkájú kerékpár a szemből érkezők sávjába repült, de nem hajtott át rajta másik gépjármű a forgalmas tranzitúton. A jóláthatósági mellényt nem viselő kerékpáros férfi az elsődleges adatok alapján súlyos sérülést szenvedett, a mentők a Markusovszki kórházba szállították. A baleset helyszínén 90 km/h a megengedett sebesség, és nem tiltja tábla a kerékpáros közlekedést. Az esetnek több szemtanúja volt, akik elmondták, hogy a férfi körültekintés nélkül tért át a belső sávba. A Volkswagen vezetőit nagyon megviselte az eset, de azt a segítségnyújtásra megálló szemtanúk is elmondták neki, hogy nem volt esélye a baleset elkerülésére. Azt is megtudtuk két fiatalembertől, hogy a biciklissel lehetett kommunikálni, mire a mentők kiérkeztek, ez pedig jó jel egy ekkora erejű ütközés után. A helyszíni szemle ideje alatt kétszer egy sávon haladhatott a forgalom, kisebb torlódás alakult ki.